Wanna move my feet. Wanna drink my wine. 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 Sziasztok, én Markó Rebeka vagyok, és elérkeztünk a következő videómhoz. Utaztam egy kicsit, és megérkeztem Bábolnára. Ezen a hétvégén itt van verseny, Sanyi itt van már csütörtök óta, azt hiszem, én pedig most vasárnap jöttem hozzá. Nagyon vártam már ezt a napot, ugyanis ma fognak először 150 centin versenyezni együtt. Külön-külön már mentek egyébként nagyon sok 150-es pályát, viszont együtt még nem. És ez a magasság azért már elég nagy. Tehát csak egy jó ló, vagy csak egy jó lovas nem elég hozzá, együtt kell, hogy jól működjenek. És amit eddig egyébként alakítottak együtt, szerintem nagyon jól fognak menni, viszont nem akarok semmit elkiabálni. Ahogy láthattátok, a karszalagot már ide adta nekem, és visszavitte Enjoyt a boxba. Én is most éppen oda tartok, és onnan jelentkezek nektek, úgyhogy tartsatok velem. Nem tudom, mennyire látjátok egyébként, de ott van. Azt mondta, hogy a patamosó előtti első box az övék, és aha, itt is vagyunk. Szia, Rexi! Hello! Szia! Jaj, de mérges! Ezt egyébként még nem is mutattam nektek, Sanyi vett egy nagyon szuper új ládát, sokkal nagyobb, mint amilyenk volt az előző, és mindjárt megmutatom nektek, hogy hogy néz ki belülről az elrendezése. Tehát így néz ki kinyitva. Itt oldalt látjátok, van pálcatartó, pár akasztó, nyeregtartó, ezt ki lehet húzni, és ott van egy nagyon szuper dolog. Van benne világítás, egész végig van benne világítás, és lehet róla telefont is tölteni, úgyhogy szerintem ez egy nagyon hasznos, nagyon praktikus dolog. Itt vannak ilyen kis tartók, ebbe látjátok ilyen ápolós cuccok, invédők, és a táplálék kiegészítők vannak. Itt van a kantártartó, amit nem húzok ki, mert ahogy látom, eléggé be vannak zsúfolva a dolgok. Van benne egy nagyon szuper kis tükör, és ebbe pedig ilyen kis apróságokat lehet tartani. Itt vannak az alátétek, látjátok. És van egy alsó fiók, ahova, hát ahogy látom, minden egyéb mást bepakolt Sanyi. Otthonról, amikor indultam, egyébként nem volt olyan rossz idő, ilyen pulcs is, teljesen laza kis tavaszi idő volt, viszont itt egészen hűvös van. Süt a nap, de csöpög az eső, és kicsit fúj is a szél, úgyhogy egy mellényt mindjárt még felkapok magamra. És megérkezed! Amit akartam egyébként nektek mondani, ezen annyira jót nevettem. Első nap talán, azt hiszem első nap volt, amikor megérkezett Sanyi, írt nekem, hogy jöttek lányok fotózkodni Enjoy-jal. Igazából elsiklottam a dolog fölött, de tegnap, ezt neked is mondom, mert te se hallottad még, tegnap megkaptam a képet a lányoktól, amit készítettek Enjoy-jal. Éhes vagyok. Először a Rexel fog indulni utánpótlás döntőbe. Ügyes voltál, Rex. Egyet lekoccantottál, tudod? Beértünk, és egyébként ezt meg akartam nektek mutatni, hogy szegény Sanyi megvette az új ládát, és elvitték az első utazásra, és ezt nézzétek. Futóba Enjoy mellett volt, és nem tudjuk igazából... Nem tudjuk igazából, hogy ezzel mi történt, de ahogy látjátok, be is van egy kicsit horpadva. Fókusz. Be is van horpadva, és ilyen
karcolások vannak rajta. Ezt Angel csinálta valamivel, mert csak ő volt bent a futóba, de fogalmunk nincs, hogy mivel. Rossz ló vagy. Az előbb még mielőtt Sanyi bement volna a pályára, sétáltattam neki a lovát, és kiraktam sztoriba, és nagyon sokan kérdeztétek, hogy ki az a Rex, új ló, valakinek a lova-e, és csak meg akarom nektek mutatni. Fú, hát az én fejem kicsit kiég, és ő még így se látszik rendesen. Ő itt Rex, hivatalos teljes nevén Agelier Rex, és ő a Sanyi lova róla. Egyébként már beszéltem nektek sokat, főleg abba a videóba, amikor elmondtam, hogy Sanyi fog versenyezni Enjoy-jal, amit itt egyébként meg is tudtok nézni. És ő Sanyinak az eredeti lova, vagy nem is tudom, hogy hogy mondjam. Ő kapott egy nagyon hosszú pihenőt télen, viszont most újra versenyzik, úgyhogy sokat fogjátok még látni nálam. És most van még egy nagyon kevés kis időnk, aztán 2:30-kor kezdődik a legmagasabb szám, 150 centi, ugye ezt már mondtam nektek, ez a felnőtt GP-nek a döntője, amiben ugye Sanyi Enjoy-jal fog indulni, és 14. helyen. Mindjárt kezdünk szerelni, utána megyünk ki a melegítőre és pályát nézünk. Pontosan! Akkor szóld össz, és annyit úgy van. Milyen gyönyörű almás vagy. Nézzetek oda, milyen szép. És itt már fel is értünk pályát nézni, sajnos az eredeti hangot nem tudom használni, mert végig jobbvédett zenét mentek. Minden GP előtt minden korosztályban van egy fényképezkedés, ezt láthatjátok most. Ezután megnéztük az 1.50-nek a pályáját. És utána pedig Sanyi elkezdte a melegítést. GP-k döntőjében mindig van egy úgynevezett bucsek, lábvédő kontroll, ahol megnézik az invédőket, hogy nem-e használnak benne a lovasok olyan dolgokat, amiket a szabályok tiltanak, a sarkantyú helyet, illetve a lónak a száját és az ablát is. Ahogy láttátok, Sanyi le is versenyzett, le van tudva az első közös 1.50-ük, és egy távolságot elrontott, és ugye ilyen a lovasport, hogyha egy hibát vétesz, akkor nagyon nehéz abból kijönni, főleg, hogyha egy hármas ugrásba vagy benne. Így kettőt leütöttek, viszont szerintem nagyon ügyesek voltak, és egyébként én nagyon elégedett vagyok ezzel az eredménnyel. Beszélünk még pár szót, aztán én indulok is haza, és otthonról jelentkezem még nektek. És ebbe a pillanatban haza is értem, menet közben megálltam egy gyors étterembe, és vettem kaját, mert nagyon éhes vagyok én is, és Bence is. Úgyhogy most beviszem a kaját, gyorsan megvacsorázunk, vagy uzsonnázunk, vagy nem is tudom, hogy mit csinálunk, és utána fogok jelentkezni, mert jönnek a fiúk, Bálint, Csongi és András live-olni. A Broda YouTube csatornáján fogunk live-olni nektek. Mire ezt a videót kiteszem, addigra a live igazából teljesen lényegtelen már. Sziasztok, itt még nem szerepeltem nálatok, Rebekánál. Mindjárt kezdjük a live-ot. Igen? Rakjak? Miért? Vicces lenne. Mi lenne a vicces? De azt fogják hívni, hogy azért mindenkire. Nagyon fontos az egészséges táplálkozás. Én az almát választom. 2K19. Úristen. Végeztünk a live-val. Annyira felkészületlenek és gyengék voltunk, hogy elképesztő. De egyébként nagyon sokan ott voltatok, és köszönjük szépen. Köszönjük. Egyébként szerintem nem volt olyan rossz. Andrásze, hogy érezted magad, mesélj nekünk? Sok pénz összegyűlt, köszönjük szépen. Donételtetek 13.000 forintot, hát az féli megtankolva. Egyébként nem is számítottunk rá, szóval, hogy így... Egyetlen. Megnyílt a videm. Hú, de büdös van. Megyünk moziba, ugye? Ja, keresnek. Hello.
Nem, itt vagyunk Andrásszal meg Rebekával. Megyünk moziba. Most nem megyünk ki. Nem, de vagyis. Azt mondja, mit van? Na, mondja. Igen, igen. Nem bírtam, most nem bírtam. Igen. Halló? Igen. Igen. Tényleg van egy ilyen izénk, hogy most minél nagyobb tárgyakat fogunk. Amit felemel, még elbírsz. De elmondanám, én találtam ki. És először, amikor te ezt láttad, így... Kifakadtam. Nem nagyon értette, hogy mi történik. De senki se érti körülöttünk, hogy mi. Igen, aki először látja, az mindig nagyon meglepődik, hogy most... Nem sokára indulunk moziba, oda is jöttök majd velünk. Update, a moziból természetesen nem lett semmi, Bence bepunyadt. Nem rajtam. Igen, Bence szeretett volna a legjobban menni. Tehát a lényeg az, hogy nem mentünk moziba, úgyhogy itthon fogunk nézni egy filmet, András pedig elfogyasztja a kis táplálékát, amit véres, verejtékes munkával szerzett meg magának. Most vadáztam. Remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, hogyha igen, akkor nyomjatok rá egy lájkot, ne felejtsetek el feliratkozni. A következő videóban találkozunk. Sziasztok!